Üdv újra a csatornámon! Sziasztok! Nektek is, és neked is. Köszönöm. Újra itt van velem Bence, ami megint csak egy valamit jelenthet. Párkapcsolatos videó. Semmi másra nem vagyok, jó? Hey! Mindig ilyenkor jövök, valami napi vlogba is kéne már legyek, vagy valami. Megbeszéljük. Nem itt akar szerepelni újra. Nálam igazából a fiú, csak nem meri bevallani nektek. Ez nem igaz. Itt vagyok újra. És a mai videóban végre, ha tudnátok, hogy milyen régóta szerettem volna ilyen videót csinálni, csak valamiért az egyéni verziójától félek, még mindig, de a páros verzió izginek tűnt, úgyhogy a mai videóban assumption taget fogunk csinálni, ami azt jelenti, hogy a ti feltételezéseitekre reagálunk. Mi is elmondjuk, hogy igaz-e vagy se nem. Kitettünk egyébként mind a ketten sztorit, ahova írtatok nekünk feltételezéseket, és úgy fogjuk csinálni, hogy Bence olvas egyet, aztán én olvasok egyet, aztán Bence, aztán én. Nagyon Bence, sokat írtatok, köszönjük Bence, szépen. Tényleg. Lesz nálam is egy ilyen videó, nyilván tudjátok, mert itt vagytok, és lesz Bencénél is egy, úgyhogy ha nem láttátok még, és már kint van, akkor itt vagy ott megtaláljátok, ha meg nincs kint, akkor meg türelem. Ha nincs kint, akkor nézzétek meg az előző sorozatokat, amit elkezdtünk. Nem szóra más, mint hogy 3 évesek lettünk, és kérdésekre válaszoltunk egymásnak, hogy 3 év alatt volt-e olyan, hogy... Kezdhetjük? Én ezt már nagyon szeretem. Én készen állok. Nekem az a feltételezésem, hogy te szeretnéd olvasni az elsőt. Ez szerintem igaz, akkor olvasom én az elsőt. Egyébként az egyedüli vagyok kettő közül, aki valóban kiscreenshotolta, hogy mit írtatok. Minek? Marco Rebecca, kérdezem tőle, hogy megvagy? Kezdhetjük a videót? Persze, persze. Azt hallom, hogy zenem egyéppen, kiscreenshotolt. Minek? Már úgyis majd felolvasom. Én készültem. Sose voltam ilyen stréber, olyan furcsa. Szerintem ti szeretnétek még egy kutyát. Ez nálam is volt, és igen. Igen, szeretnénk még egy kutyát. Ilyen hirtelen fogunk mindig válaszolni rájuk? Minek húzzuk igazából az emberek idejét? No. Tehát, hogy a válasz az, hogy szeretnénk, az, hogy mikor, azt még pontosan nem tudjuk, de... Mikor átköltözünk a másikra? Igen, de ez még mindig nem pontos. Nem tudjuk, mikor lesz az. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy szeretnénk, az, hogy ez évben pontosan mikor lesz, melyik hónapban lesz, nem, és azt szerintem tudjuk, hogy barna dobit szeretnénk másodiknak. Igen, barna dobermont, így van. Miért mutálok? Szóljál valakinek az anyukája vagy az apukája nem foglalkozik, mutál a 23 évesekkel, hogy kigyógyítsa belőle őket, vagy menjek végig ezen a folyamaton, mert még mindig nem sikerült. Az én első feltételezésem, nem vagytok közös kasszán annak ellenére, hogy együtt éltek. Ez igaz. Igaz. Nem vagyunk közös kasszán, és nem tudom, hogy leszünk-e. Szerinted leszünk? Erre még nem is beszéltünk, hogyha házasok leszünk, vagy lesz gyerekünk, vagy valami. If. Nem tudom. Őszintén megmondom, hogy engem egyáltalán nem vonz a dolog. Hogyha ezt lehet így mondani. Engem sem, mert olyan léptékben szeretsz egyébként vásárolni, hogy engem csak zavarna az, hogy pittyen folyton a telefonom, hogy... Hát kikapcsolna. Jó, de nem hülyeséget. Ugye? Megvan oldva. Nem hülyeséget szokott Rebecca vásárolni, csak imád vásárolni ruhát, élelmiszert, nő, minden. Egy, kettő, meg azért azt tegyük hozzá, ezt egyébként a saját kérdezfelelek videómban is szeretném elmondani, de saját felhasználási célra, csak azért, mert én akarom, nem szoktam magamnak vásárolni. Amúgy ez nagyon igaz, mert mindig a kutyának, vagy élelmiszert, minden. Ha ruhát, vagy sminket veszek, az azért van, mert videót szeretnék belőle csinálni. Igen, nem? Ezen a címen veszik. Komolyan mondtam, nem jó, helyes. Úgyhogy nem tudjuk, hogy leszünk-e közös kasszán, de jelenleg nem vagyunk. Olyan egyébként már van tervbe, hogy amit közösen szeretnénk venni, arra elkezdünk együtt gyűjteni. Igen. Egy külön valahol. Igen, meg azért vannak dolgok, amiket most már elkezdtünk együtt vásárolni idéntől. Tavaly nem is tudom, hogy ilyen nagy dolgokat vásárolni, nagy dolgokat együtt. Most például készülőben van egy valami, még nem mondhatjuk el, hogy mi. Egy húsvéti tojás. Egy húsvéti tojás, ami egy viszonylag azért nagy dolog lesz. És egy viszonylag nagy húsvéti tojás. Igen, és költséges, és azt például felesbe fogjuk fizetni. Úgyhogy ez izgi, mert az első ilyen közös nagy befektetésünk, úgymond, úgyhogy. Hát az első közös nagy befektetés azt szerintem a dolgó volt. Én úgy gondolom, nagyot, hogy költségben is. Tudom, de az első, amit amúgy ennyire igen közösen vettünk, az a tutya volt. Jogos. Szerintem ti nem vagytok az a tipikusan nyálas pár. Mit gondolunk mi erről, Rebecca? Sometimes. Oh boy. Sometimes. Marco Rebecca.
2017, összejön Dezső Bencével, férfi, 19, 20 éves körülbelül, és közli, hogy hát ő amúgy nem bírja ezeket a nyálas dolgokat. Meg ő nem ez a izé. Én tiszteletbe tartottam. Én az a nyálasabbik fajta vagyok, amikor ketten vagyunk csak akkor. Érzelmes férfi. Ez jó. Na, olyan vagyok. De nem romantikos. Ne. Ez nagyon pozitív rám nézve. És hát mit ad Isten? Olyan nyáras lett Marko Rebeka, hogy jobban csöpög, mint én. Ó, ez nem igaz. Ez nem igaz. Egyszer majd egy valós napi vlogot forgatunk. Már úgy valósat, hogy azt is megmutatjuk, hogy milyen nyálas. Shut up. De azok, miért ez gond, hogy nyálasak vagyunk? Szerintem nem beszélitek meg az érzéseiteket egymással. De. Szerintem is, teljes. Már azt hittem, hogy ez a... Mindig megszoktuk, rengeteget dumálunk egyébként, tehát nem ilyen felszínes a kapcsolatunk, hogy szerinted volna milyen videó legyen? Nem erről szól, nem, az, egyébként. Hogy itt az interneten az van. Nyilván nem fogjátok látni, ahogy lelkizünk, és a nem tudom, komoly persze dolgokról társalgunk. De talán majd egyszer látni fogjátok. Úgyhogy nyilván ebben nem láttok bele, nem tudhatjátok, de szoktunk, és majd erre a kérdésre a következő összámsemben vissza szeretnék csatolni, de, de igen. Szerintem ti nem használjátok egymás hitelkártyáit. De! Alapvetően igen! Alapvetően igen. Itt nem az a kérdés. Ne rám nézzetek! Ne rám nézzetek! Nem hogy? Szoktam elvenni a kártyáját, nem erről van szó. Olyan sokszor. De egyébként, csak hogy válaszoljunk olyan léptében rá, hogy szoktuk használni, de nem úgy, ahogy ti gondoljátok. Mert egyébként én nem használok készpénzt kb. Egyáltalán. Én sem. Sosincs nálam éppen, vagy éppen Rebekánál kellene készpénz, és akkor kártyák összecserülnek minden. És Rebeka arra szokta használni általában a kártyámat, hogy rendel valamit Amazonról, és 500 forintot kell róla a shippingre. Mi az? A szállításra kifizetni, vagy mit tudom én, tankol egyet a kártyámmal, majd mikor jön vissza, akkor ide adja a KP-ba, vagy ilyenek, mert nálam ugye sosincs KP, mondtam. Igen, az az igazság, hogy én nagyon változó vagyok, nálam vagy csak kártya van, vagy csak KP van, tehát én ilyen nagyon-nagyon végletek vagyok, és ha nincsen nálam kártya, akkor szoktam Bencét elkérni, illetve olyankor szoktuk egymás kártyáját használni, amikor együtt megyünk vásárolni, de hát ez igen, meg egyértelmű. De egyébként olyan nincs, hogy Rebeka vásárol az én kártyáját. Nem szoktam neki olyat mondani, hogy édes drága szerelmem, van egy 300 dolláros Fashion Nova rendelésem a kosárba, fáradjod a kérlek és csippansd oda a kártyádat. Tehát ilyen nem szokott. Nem szokott nekem random több 100 000 forintra. Általában a szükség szüli azt, hogy valamelyikünknek kell a kártyája, és nem nagy rendelésekhez, meg kifizetésekhez. Nekem olyannyira nincs KP az életemben, kb. Egy éve, hogy nincs is tárcám, egy kártyatartóban, és ezzel járkálom. Ja. Benne van 6 bankkártya, és kész. Egyébként őszintén megmondom, ez nem tudom, hogy ide tartozik, nem ide tartozik, vagy valami, de nyilván jobban szeretném, hogyha az összes videóhoz minden alapanyagot ingyen tudnék beszerezni, de én sokkal jobban szeretek a saját kártyámmal vásárolni. Nem tudom miért, de ez engem jó érzéssel tölt el. Szerintem ti nem szoktatok együtt fürdeni. Szoktunk, amúgy. Nem tudom, mi számít soknak, azért nem mondom azt, nem sok. Nem szoktatok. Tudom, mondom, szoktunk. Nem tudom, mi számít soknak, azért nem mondom, hogy sokszor. A soknak az a minden nap. Hetente, két hetente egyszer szoktunk, viszont akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kis lush fürdőbomba, egy kis gyertya, egy kis hangulatvilágítás, és itt jön a visszacsatolása az érzelmes, és nem tudom én milyen dolgokhoz, hogy akkor leülünk a kádba, forró víz, de olyan, hogy megpusztulsz, olyan meleg. Ami általában ugye férfiaknak meleg, de nem forró. Ez nem egy oltás, ne legyél már senki. Minden egyes nőnek valamiért a meleg víz, ami nekünk meleg. Ez nem igaz. Ez olyan forró. Nem igaz. Itt jön ugye a visszacsatolás, hogy beszoktunk ülni a kád vízbe, és társalgunk. Tehát amikor együtt fürdünk, akkor nagy beszélgetések vannak, akkor tervezgetések vannak, akkor lelkizések vannak. Tehát amikor együtt fürdünk, akkor mindig
ilyen nagy beszélgetés van. Pontosan. Szerintem ti lájkoljátok egymás videóit. Szerintem egy videó alatt se lájkoltam, talán a legelsőt. De sajátomon se szoktam, meg a Rebekáit se, meg... Úgy igazából tudjátok, miket lájkolok? Amit el akarsz menteni. Amit el akarok menteni. Én tudom én, hogy van egy megnézendő fül, hogy megnézem később, hogy milyen neve, de azért lájkolom, hogy majd megnézem. Igen, én is. Lájkoltad az enyémet? Szoktad az enyémet lájkolni? Most mondtam, hogy nem. Jó. Én arra emlékszem egyébként, hogy a 2018-ban csináltam a csatornát, vagy 9-ben? 8-ban. Nem 9-ben? Szerintem 8-ban. Akkor volt egy halloweeni arcfestéses videóm, és azt te vágtad. És azt tudom, hogy mondtad, hogy annyit szarakodtam vele, hogy belájkolom, és azt tudom, hogy fixen be van neked lájkolva. Erre az egyre emlékszem, látjátok, milyen maradandó nyomot hagyott? Szerintem ti eredetileg nem Dobermant szerettetek volna. De. Mi az, hogy eredetileg? Hát az, hogy eldöntitek, aztán végül nem az lesz. De az volt a legelső döntés, hogy Dobermant veszünk. Igen. Nyilván jöttem itt a hülyeségeimmel, hogy korgi. Mármint, hogy no offense azoknak, akiknek korgi. Annyira szeretem azokat a kutyákat. De jó, mondjuk hozzáteszem. Hányszor elmondom az elmúlt két hétben, hogy Oli, amikor felugrik rám a kanapén, és teli erőből a 23 kiló megindul, most kb. 23 kiló, akkor azért elmondom Rebekának, hogy egy korgi most nem tudna felugrani. Ha most korgink lenne, az fel se tudna ugrani a kanapéra. Oli közön... Oli, az gyerekek, hogyha 23 kiló elindul feléd és játszani akar, ott nincs menekvés. Spooky. Hát... Tesz! Szerintem! Nem fogtok közös csatornát csinálni, ez legyen az utolsó. Valóban. Készülőben van valami, és nem mondjuk azt, hogy ez egy készülő, közös YouTube csatorna, amit Rebekával közösen fogunk csinálni, de terben van valami, ami egy eléggé nagyszabású dolog lenne, csak még az erőforrásokat és a tervezgetést gyúrjuk éppen, de az idei évben meg lesz. De ennyi, nincs több. És akkor ez lesz az utolsó, ami egy olyan kérdés, hogy szerintem ti nem szeretnétek még egy darabig elköltözni. Ez a kérdés? Yeah? Vagy ez állítás? Még ma este pakolnánk, ha lehetne. Nem ja, azért, ha lehetne. Mert, nem azért, mert utálunk itt élni, mert amúgy nagyon szerencsések vagyunk, és tényleg nagyon jó. Csak már tervben van a következő, és már mennénk, de hát az... Hát figyelj, úgy állok a következő házzal, szerintem innen számolva jövő év végére gyártják le az alapanyagot hozzá, és utána kezdik el építeni. Túl nagy elvárásaink vannak, és szerintem még 2-3 évig itt leszünk, amíg elkezdünk építkezni, vagy 2 év. Hát reméljük csak 2 év. Építeni szeretnénk egyébként. Reméljük 2 éven belül valamikor, talán esetleg lehetségesen el tudjuk. De lehet egy év, hogyha kész tőletek és utaltok egy keveset, nem kell sokat, viccelek. Na jaj. Vagy nem. Mindenki utal 1000 forintot, és aki utalt, az minden második héten egy napra otthon utalt nálunk. Szóval, hogy igen, el szeretnénk költözni, én nem tudom, hogy mondtam az én videóimban, de én ezt a házat úgy vásároltam, hogy 5 év múlva szeretnék menni. Hány év telt el 2? Lassan. Még nem telt el 2, igen. Még nem, április elején lesz 2 éve. Wow! Nagyon telik. Nagyon durva. Úgyhogy ez lett volna az első része ennek a kis Assumption Tag videónak. Nekem amúgy nagyon tetszik. Nekem is, esküszöm. Én valamiért ezt nagyon bírom. Imádom a pletykákat. Reméljük, hogy ti is. Dobjatok egy lájkot, hogyha igen. Mindenképpen, és nézzétek meg Bencénél is, hogyha fent van már, és ha van bármi ötletetek, feltevésetek rólunk, akkor azt küldjétek el valahogy nekünk, juttassátok el hozzánk. Komment részlegbe leírek, az nem jó? Komment részlegbe is küldhetitek, ahol jól esik. Csak nagyon fontos, ne arra, hogy úgy írjátok nekünk, mint egy párnak, hogy szerintem ti így kezdődjön. És remélem, hogy nagyon sok részt fogunk még ebből a sorozatból csinálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a következő részben. Találkozunk! Sziasztok! Sziasztok!